Üdvözöllek! A CSS 3 manapság már azért elég jól támogatotta különféle böngészőkben. Bizonyos dolgokat nagyon jól meg tudunk vele oldani, mint például az itt látható gombot, amelyben van egy színátmenet, egy keret, árnyéka van, meg hát egyéb dolgok. Nyilvánvalóan azért célszerű képek helyett használni CSS-t, mert egyrészt a weboldal összmérete kisebb lesz, másrészt később sokkal gyorsabban, egyszerűbben tudjuk módosítani az adott formázásokat, mint hogy itt is látható ezen a gombon. Gyakorlatilag csak néhány értéket kell átírnunk, ahelyett, hogy újra és újra le kéne gyártani a különféle képeket, amelyek például ennek a gombnak a hátterét szolgáltatják, vagy hát éppen akár ugye az egész gomb is lehetne egy kép. Azonban a CSS-sel ez kiváltható, viszont több ilyen formázás előállítása azért úgy viszonylag időigényes tud lenni. Ennek a megkönnyítésére létezik azonban a Photoshophoz egy olyan kiegészítő, amely ezt gyakorlatilag egyetlen klikkel megoldja. Ez a css3ps.com-on érhető el. Szerencsére ingyenes, ahogy ez itt látszik is, free download, és itt le kéne tölteni a megfelelő verzióhoz. Hát látható van itt a CC-ből a 2015-2014, aztán van CS5-6, CC, CS3, CS4. Mindenkinek a megfelelőt kellene letölteni, hát nekem a CC 2015 van, és a telepítési útmutató az szintén itt van, hát nekem ide kellett bemásolnom az itt megadott mappába. És hát gyakorlatilag ez így ennyi, utána el kell indítani a Photoshopot, vagy pedig újra kell indítani, hogyha el volt indítva. Illetve itt van a különféle Photoshop verziókhoz is, hát most nyilván nem tudom megmutatni, mert nekem csak a CC van meg, abból is a 2015-ös. De itt azért le van írva eléggé részletesen, hogy ez hogyan oldható meg a korábbi verziók esetében is. Na de akkor nézzük meg, hogy ez hogyan működik. Hogyha bemásoltad a megfelelő helyre, akkor legalábbis a 2015-ös CC esetében itt a Window Extensions, és itt van, hogy CSS 3PS. Hogyha ezt kiválasztod, akkor ez itt ennyi megjelenik, gyakorlatilag itt összesen ennyi van, erre kell majd itt rákattintani tulajdonképpen. És akkor ez hogyan működik? Hát vannak itt látható nekem különféle gombok, ebből kettő, mint az látható, rasteres rétegként van, viszont az egyik alakzatként van megrajzolva. Hát ez a shape látható, hogyha ki van választva ez a lekerekített téglalap eszköz jelen esetben, akkor itt ki lehet választani, hogy alakzat, útvonal, vagy pedig pixelek. A pixelek az ez látható, nincs megkülönböztetés, itt pedig shape-ként került ez megrajzolva. Hogy ennek mi a jelentősége, mindjárt látni fogod, most kiválasztom ezt, ez elvileg, ez lenne, így van, ez pedig az alakzatként megrajzolt. Na, de akkor kezdjük ezzel. Kiválasztunk egy réteget, itt látható, ki van választva, és akkor rákattintunk ide, és látható, hogy ehhez internet szükséges, mert ez a böngészőben nyílik meg. És hát így néz neki, itt van a komplett CSS, amelyet mi felhasználhatunk. Tulajdonképpen mindent megadott itt, egyetlen probléma, hogy a lekerekítés az itt nincsen. Ha most itt megnézzünk egy másikat, akkor ennél sem lesz valójában, de maga a megjelenése az úgy eléggé hasonlít arra, ami a Photoshopban megadásra került. Ki lehet választani itt kettőt is egyébként, két réteget, és akkor egyszerre mehet mind a kettő, nem kell ezt itt egyesével nekünk. És itt az egyik, itt pedig a másik. Hogyha szeretnénk, hogy átjöjjön ez a lekerekítés is, akkor az alakzatként kellene megrajzolni. Itt van, hogy shape, tehát alakzatként kéne megrajzolni, és akkor ezek után ugyanaz a folyamat, kattintunk egyet, és akkor már is generálásra kerül a CSS. És ebben az esetben a lekerekítés is szépen átjött nekünk, és itt van a komplett kód gyakorlatilag. Ezt csak be kell másolni a CSS-be, és már is használható, már is készen van a gombunk, és hogyha bármikor ezt szeretnénk módosítani, akkor csak a CSS-t kell nekünk módosítani tulajdonképpen. Persze, hogyha sokat módosítunk, akkor talán célszerűbb újra generálni itt az egészet Photoshopban, ezt nyilván el tudod tenni, elmented PSD-ként, és akkor utána később ez bármikor újra lehet generálni a teljes CSS-t is. És tulajdonképpen ez így ennyi. Úgy gondolom azért ilyen esetekben, amikor összetettebb formázásokat kell nekünk előállítani CSS-ben, nem feltétlenül egy gomb, hanem lehet az akármi, akkor ez eléggé hasznos tud lenni. Egyébként emlékeim szerint
Igen, itt le is van írva. Egyrészt, hogy használatos szöveg rétegekhez is. Másrészt, hogy miket támogat a CSS-ből. Hát elég sok mindent. Ezekkel azért már sokféle design előállítható CSS-ben is.